Több fejlesztés is megvalósulhat a tavalyi nyertes pályázatoknak köszönhetően a környező településeken. Zalaújlakon a játszóteret sikerült kibővíteni, míg Galambokon út- és járdakorszerűsítéseket végeznek a szakemberek. Már használatba is vették a helyiek a négy új fitnesseszköz Zalaújlak játszóterén. Böröndi Ferenc polgármestertől megtudtuk, hogy a tavasztól őszig tartó időszakban sok turista látogatja a község művelődési házát, így a Magyar Falu programnak köszönhetően egy ivókúttal is bővítették a területet. Nekem is és a testületemmel együtt szándékunk volt ilyen fitnesseszközök, sporteszközöknek a megvalósítása, mivel hogy nagyon közel vagyunk Zalakaroshoz, és tavasztól ősz végig elég szép, hála Isten, a turista forgalom, mivel rajtunk keresztül megy a Nagybakónak, Zalamerenye, a Bakkancsús útvonal, a zöld-kék kerékpárosult, és nagyon sokan keresik ezt a táblát. A pályázati összegekből Galambokon megújítják a temető elhasználódott járdaszakaszát, valamint egy utoljára évtizedekkel ezelőtt aszfaltozott utat is kijavítanak a falu központjában a szakemberek. Ezzel egy időben a tavaly július végi esőzés és árvíz okozta károk helyreállítási munkálatai is folyamatban vannak. Most a járdafal építés kezdődött meg itt ezen a helyszínen, amit láttunk itt mellettünk, illetve hát folynak a munkálatok bent a faluban, ott pedig egy 12 millió forintból egy belügyminisztériumi pályázattal épül egy út, illetve a tavaly a nagy esőzésekkor történt káresemények kapcsán 16 millió forintot nyertünk Viszmajor pályázatba, ott a hidaknak a helyreállítása zajlik éppen. Ha minden ütemezetten halad, akkor az összes beruházás már a nyár kezdetére sikeresen megvalósul a településen.